Több nélkülözhetetlen témát is érintettek, a legkiemelkedőbbekről Appelshofer Ágnes, a város polgármestere adott tájékoztatást. A Tolnai Idősek Otthonát, amit ez év január 1-től működtetünk újra a városban, tehát korábban a Szekszárddal, illetve Szekszári Társulással együtt működtetünk, mi ebből kiszálltunk, és most jutottunk el oda, hogy a döntés ugyan már korábban megszületett, hogy át szeretnénk ezt adni a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, de most kapták meg a befogadási engedélyt, vagy a hozzájárulást az államtól, és most született meg az a döntés, hogy akkor átadjuk. 15 évre az épületet ingyenesen használatba adjuk a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, és kötünk egy együttműködési megállapodást, hogy azt a 42 férőhelyes otthont a továbbiakban ők fogják működtetni. Én ezt nagyon fontosnak gondolom, mert ugyan csak, és ezt idézőjelbe mondom, csak 42 ellátott van ott a városban, de nyilván bármelyikünk az idők során oda kerülhet, tehát ez azért minden tolnait érint, vagy úgy, hogy ő esetleg beköltözne, vagy úgy, hogy hozzátartozóját helyezni el ebben az otthonban. Úgyhogy én nagyon-nagyon fontosnak gondolom azt, hogy egy nagyon magas színvonalú ellátást tudjunk biztosítani az ott élőknek, és én azt látom, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, hiszen az országban számos helyen működtetnek ilyen idősek otthonát, ezt meg fogják tenni. Tehát, hogy már most is a tárgyalások során és a befogadás során is már tettek lépéseket, tehát hoztak ide adományokat, szakmailag segítik az ott dolgozók munkáját, átmenetileg a mi családsegítő központunkhoz integráltuk be ezt az intézményt. Most is jól működik, de én nagyon-nagyon bízom abban, hogy a jövőben még ennél sokkal jobban fog működni, és talán ez volt a legnagyobb horderejű dolog, amiről döntöttünk az elmúlt testületi ülésem. És persze voltak még más döntések is. Korábban már döntöttünk egyes fejlesztésekről, például a Táncsics utcai csapadékvízelvezetés problémájának a megoldásáról, vagy parkolóhelyek létesítésének a tervezéséről. Most jutottunk el abba a szakaszba, hogy a Táncsics utcai csapadékvíznél már kivitelezőt választottunk ki, tehát ahogy aláírjuk a szerződést, onnantól kezdődhet a kivitelezés is, tehát remélem, hogy ez még a nyári nagy esőzések előtt még meg tud valósulni ez a munka, és a tervezőt is kiválasztottuk, hogy ki fogja tervezni az új parkolóhelyek létesítéséhez a terveket. Tavaly ősszel valósult meg a közvilágítás korszerűsítése, és azóta is egyre több jelzést kapunk, hogy hiányoznak lámpatestek, tehát nem a meglévőkkel van probléma, hanem szeretnének esetleg bővítést az ingatlan tulajdonosok. Ennek oka lehet részben az is, hogy a ledes megvilágításhoz már nem szórt fényt ad, hanem kifejezetten a lámpaoszlop alatti területet világítja meg, és így vannak bizony olyan területek, ahol sötét van. Úgyhogy a lakossági kérések érkeztek, az elmúlt testületülésen is döntöttünk arról, hogy megterveztetjük ezeket a bővítéseket, mert hogy nem mindenhol annyira egyszerű a dolog, hogy csak fel kell szerelni egy lámpatestet egy villanyoszlopra, hiszen van, amelyik villanyoszlopon nincs is közvilágítási szál, vagy esetleg az is lehet, hogy nincs oszlop. Úgyhogy felkérünk egy tervezőt, hogy ezt nézze meg, meg hát az is azért nagyon fontos, hogy ez mennyivel növelni egyébként az elektromos áram fogyasztását, de én arra számítok, hogy a képviselőtestület minden olyan kérésnek helyt fog adni, ami valóban indokolt. Ahol az az oka annak, hogy sötét van közterületen, hogy a fákat esetleg meg kéne metszeni, hogy jobban át tudjon világítani a közvilágítási lámpatest a közterületre, akkor ezeket is meg kell vizsgálni, és nyilván, hogyha az egyszerűbb, akkor azt fogjuk megtenni.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy számíthatnak azok, akik kérvényt adtak be, hogy szeretnék, hogyha bővítenék a lakókörnyezetükbe a lámpatestek számát, akkor én nagyon bízom abban, hogy a képviselőtestület majd pozitív döntést okozni. Az új parkolóhelyek kialakításával kapcsolatban is pár részlet napvilágra került. Festetics utcának a Selyemgyárhoz közeli részén tervezünk parkolót kialakítani, illetve az Eötvös utcai iskolánál elég kaotikus állapotok vannak reggelente, amikor a szülők hozzák a gyerekeket, itt egy alsó tagozatos épületről van szó, és oda még sokszor autóval viszik a gyerekeket, úgyhogy annak előtte, mellette lévő parkoló kialakítását fogjuk most megterveztetni. Én nagyon bízom abban, hogy ez a beruházás is meg fog valósulni, de még egyszer mondom, most egyelőre a tervezésről van szó. A közművelődési pályázatok elbírálása is megtörtént. A képviselőtestület a Humánbizottság javaslatát fogadta el. Én azt gondolom, hogy nagyon sokáig 2 millió forint keretösszeg volt ez a pályázható lehetőség. Tavaly megemeltük egy kicsit, de most egy nagyobb keretösszeg lehetett pályázni, tehát összesen 5 millió forint került kiosztásra. Jó hír, hogy újra meghirdetésre kerül a Gondos Gazda Virágos Port, a környezetszépítő verseny. Az előző évek tapasztalatai alapján az emberek szívesen megmutatják az otthonukat, kertjüket.